Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Ismét meghirdette a városvezetés a Tiszta udvar rendesház és legszebb előkert pályázatait, valamint május 11-én fogják tartani kerületszerte a konténeres sítgyűjtési akciót. A kezdeményezések legfontosabb tudnivalóiról fogok beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban dr. Bakos András alpolgármestert. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm Önt és a kedves nézőket. Kezdjük akkor a Tiszta udvar rendesház és legszebb előkert pályázatokkal. Ezek már visszatérő, nagy népszerűségnek örvendő akciók, ugyebár ezt szerintem sokan tudjuk, de ezt annak idején milyen célral hívták életre, és tulajdonképpen elsősorban kiknek a jelentkezését várják ezekre a pályázatokra? Jól mondta, ezek már hát egy jelentős múltra visszatekintő kezdeményezések. Idén 12. alkalommal hirdetjük meg a pályázatokat. Ugye a Tiszta udvar rendesház az azokat a családi ház tulajdonosokat, bérlőket vagy használókat érinti, illetve célozza, akik a épület, illetve a kert összhangját legharmonikusabban, legszebben tudják elősegíteni a kert művelésével, kert szépítésével, különböző virágok, bokrok, zöldséges kert hozzáadásával, amely a leginkább megfelel a esztétikum, a szépség ideájának, azt díjazza a városvezetés. A legszebb előkert pályázat pedig a társasházakat célozza, ahol a társasházak közösségei a előkert legszebb virágosításával, legszebb dövényesítésével, leginkább a környezetbe illő különböző installációk elhelyezésével tudnak pályázni, ugyanis az jó, hogyha az ember szép dolgokat lát. Tehát a várost, a város képét, a város összességét, kerületünk teljességét szépíti az, hogyha így elsétálva, teszem azt az Újlak utcán egy szép kertet látunk, vagy a családi házas övezetbe egy olyan kert mellett megyünk el, nem csak, hogy a város rangját növeli, de az ember szívét is megmelengeti, hogy milyen szépen csinált ezt valaki. Úgyhogy ezt próbáljuk honorálni ezzel a pályázattal, ezekkel a díjakkal. Ugye a jelentkezés már elindult, és akkor jöjjenek talán a legfontosabb kérdések, hogyan és milyen formátumban lehet jelentkezni, hol és meddig pontosan? Ugye két módja van. Egyik az, hogyha az ember úgy gondolja, hogy az ő kertje nagyon szép, akkor saját maga jelentkezik. Ugye vagy a postai úton a önkormányzat címére 1173 Pesti út 165, vagy a környezetkukac.rákosmente.hu e-mail címre küldi el a jelentkezését, vagy pedig telefonon is megteheti a 253-34-10-es telefonszámon. Ugye, hogyha az ember kevésbé kitárulkozó és inkább visszahúzódó jellem, akkor meg lehet tenni, hogy ha a szomszédja vagyok egy szép kert tulajdonosának, akkor jelölöm, tehát nem ő fog jelentkezni, ugyanezeken a módokon lehet jelölni mást erre a díjra. Adott esetben a társasház jelölheti a közös képviselőjét, aki ebben aktívan részt vesz, vagy a társasház egészen is jelölheti magát. Meddig lehet jelentkezni, hogyan történik az elbírálás, és mikor lesz az eredményhirdetés? Június 30-áig lehet jelentkezni, tehát még van idő, még közel két hónap van arra, hogy jelentkezzenek erre a pályázatra. Az elbírálás egy minimum háromtagú bírálóbizottság fogja megkönnyíteni a polgármester úr dolgát. Ez a háromtagú bírálóbizottság a helyi képviselőből áll, a Város Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság egy tagjából, valamint egy kijelölt szakértőből áll, de lehet, hogy több kijelölt szakértő is van, tehát hogyha mondjuk nem csak egy szép kert, hanem egy zöldséges kert is van, vagy más, akkor lehet, hogy olyan szakértő is felkérünk, aki azt tudja külön értékelni. És a legfontosabb ugye a díjazás, nem a legfontosabb, de egy fontos része ez a díjazás, augusztus 20-án kerül sor az eredményhirdetésre. Ekkor a kiválasztott 5 legszebb előkertet és a 5 Tiszta udvar rendesház díjazottat a Vigyázó Sándor művelődési házban állítjuk ki a díjazottak kertjéről, illetve előkertjéről készült fénykép dokumentációt, ott lehet megtekinteni, és ekkor kerül sor a díjak átadására is. Polgármester úr egy emlékérmet, oklevelet, ajándékutalványt és apró rákosmentés ajándékokat ajándékoz, illetve hát ítél oda a legjobb nyerteseknek. Bár nincs sok kétségem e felől, de azért bízom benne, hogy nagyon sokan fognak majd jelentkezni a pályázatokra és részt vesznek ezen a fantasztikus kezdeményezésen. Térjünk akkor a másik témánkra, a konténeres sítgyűjtési akció. Ennek is most már tulajdonképpen nagyon komoly hagyománya van. Ez ugye május 11-én lesz kerület szerte, ezt annak idején milyen célral hívták életre, nyilván ebben erőteljesen van egy környezetünk védelme és megóvása, mint cél, gondolom.
Ez így van, tehát ez tulajdonképpen kapcsolódik az előző témánkhoz is, ugye fontos, hogy tisztán őrizzük meg rákos mentét. Ehhez próbálunk úgy hozzájárulni, hogy a kisebb mennyiségű építkezés során megmaradt sittet, amit ugye nem lehet se a kommunális hulladékba elhelyezni, ezért nem érdemes egy konténert kihívni, de hogyha le akarjuk tenni szabályosan, akkor nagyon sokat kell utaztatni, és ezután még fizetni is kell 30-40 ezer forintokat. De most ennek szeretnénk megkönnyíteni a sorsát, hogy esetleg ne az történjen vele, hogy egy vállalkozó kedvű valaki kiviszi a erdő szélre és leborítja, és akkor utána majd felszedhetjük. Épp ezért hirdettük meg ezt a konténeres sítgyűjtő akciónkat. Minden évben május elején szoktuk tartani, most ugye május 11-én, reggel 8 órától délután 4 óráig minden városrészbe elhelyezünk egy-egy konténert, és hogyha ez megtelik, akkor ezt cseréljük természetesen. Ezek a helyek, ezek Rákos Csabán a Pörői utca, Rákos Csaba új teremben a Rácsos utcai parkoló, Rákos Ligeten az Árok-tő utca és a Fakkároly tér keresztődés fenn a sarkon. A Rákos kerti az a volt orvosi rendelő a Csongrád utcánál, és Rákos keresztúron két helyszínen is, egyrészt a Pesti út 33-35 előtti parkoló, másrésztről pedig a Cséplő utca, Egerszeg utca, Egerszalok utca utcán lévő terület, ahol most ugye a Cséplő park építése folyik, de ott lekerítünk egy kis területet, ahol el lehet helyezni ezt a építési törmeléket. Rákoshegyen az Újmajori utca és a Helikopter út sarkánál lesz. Nagyon fontos, hogy ez csak kerületi lakosok számára tesszük lehetővé, nyilván mi rákosmentért dolgozunk, tehát a rákosmentiek hozhatják ide, úgyhogy mindenki hozza magával a lakcímkártyáját. Így akkor a teljes kerületi kép tulajdonképpen, és fontos kérdés még, hogy ugye elsősorban miket várnak, hogy mit dobjanak bele a konténerbe, illetve miket nem szabad, és van egy mennyiségbéli kritérium, tehát egy felső határ, amennyit beledobni, vagy ameddig beledobni? Igen, a mennyiséget egy, de maximum másfél köbméterben határoztuk meg, tehát e fölött már azért nem igazán szeretnénk, hogyha hoznának hulladékot. Mi az, amit nem lehet hozni? Hát ne hozzanak veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladék lerakására, amikor a lomtalanítás lesz október-november környékén, akkor még biztosítunk lehetőséget. Ne hozzanak kommunális hulladékot, erre ott vannak a saját kukák, és ne hozzanak azbeszt palát, illetve ilyen kátránytartalmú szigetelő anyagokat, mert azokat nem tudjuk a sittel elhelyezni. Ezen kívül bármilyen építkezési törmelék, tégla, sóder kisebb mennyiségben, bármi, ami megmarad, betondarabok, tehát ezek jöhetnek. Ez is egy nagyon népszerű akció, de valóban azt tapasztalják, hogy évről évre egyre többen járulnak a konténerekhez? Hát igen, ezt látjuk. Tehát egyre több konténer telik meg, úgyhogy mi azt látjuk, hogy egyrészt, hogy hányan jönnek oda, ugye a kollégáink egész nap reggel 8-tól délután 4-ig ott vannak és figyelnek. Másrészt a konténerek száma folyamatosan és exponenciálisan nő, amit megrendelünk és amit telepakolnak a lakóink. De hát ez így jó, ezért csináltuk. Ne az erdőbe vigyék, ne olyan területre vigyék, ahol illegális lerakni, hanem ezzel a formával megpróbáljuk megkönnyíteni lakóink helyzetét. Itt is. Bízom benne, hogy a pályázatot hasonlóan ezen az akción is nagyon sokan részt fognak venni, és bár szinte minden elhangzott, de akik esetleg kíváncsiak ezekre írásos formában, ők milyen web oldalon, illetve felületen tudják ezt megtenni és tájékozódni, még informálódni az pályázatok, illetve az akcióval kapcsolatban. Természetesen a rákosmente.hu, tehát önkormányzatunk hivatalos weblapján tudnak tájékozódni. Másrészt pedig, akik kevésbé a webet, inkább a nyomtott sajtót kedvelik, a Hírhozó legutóbbi számában is részletesen ismertettük ezeket a programokat és helyszíneket is. Én nagyon szépen köszönöm ezt a széleskörű tájékoztatást, illetve nagyon sikeres pályázatokat, illetve akciót is kívánok, és további eredményes, illetve sikeres munkát is szintén kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!